Tisztelettel felkérem dr. Rácz István professzor urat, a Magyar Tudományos Akadémia DAP-klub elnökét, szíveskedjen köszöntőjét megtartani. Köszönöm szépen, Zsuzsa. Hát, mivel itt most ketten is mondunk köszöntőt, mindenki biztos lehet benne, hogy ma délután aztán igazán köszöntve lesz. Természetesen különös szeretettel köszöntöm a kiállító művész, nevezzük akár Erdős Margitnak, akár Margaret Forrestnek. Nos, amikor köszöntőt mondok egy ilyen kiállítás előtt, akkor csak a személyes benyomásaim alapján szoktam én a tisztelt megjelenteket erre vagy arra biztatni. Néha arra biztatom a közönséget, hogy egy kicsit lépjenek távolabb, nézzék messziről a képeket, mert úgy állnak igazán össze. Ebben az esetben inkább az ellenkezőjére biztatok mindenkit, tessék hagyni, hogy a képek hívogassanak, vonzanak magukhoz, menjünk közel, még közelebb, még annál is közelebb, mert ezeknek a képeknek nagyon fontos, hogy a részleteit is lássuk, azokat is befogadjuk. Na most, amikor a gyanútlan tárlatlátogató bejön, és aztán egy ilyen biztatásnak engedve egyre közelebb lép a képekhez, akkor azt mondja, hogy igen, szokatlan képek, na majd a címek biztosan eligazítanak. Igen, ám, de azt látjuk, hogy itt most nincsenek címek, amelyek orientálnának minket, és akkor azt mondja a tárlatlátogató, hogy jó, viszont legalább az egész tárlatnak, az egész kiállításnak van címe, az, hogy fény és térerők. És akkor, hogyha így kezdjük nézni a kiállítást, már egy kicsit, minthogyha többet mondana, fény és térerő, egy látható és egy láthatatlan világ, de mégis két olyan valóság, amelyek egyaránt velünk vannak. A fényt azt mindig látjuk, közvetlenül érzékeljük. A térerő, hát ugye, ki ne használna ezt a fogalmat nap, mint nap? De nem látjuk, nem tudjuk megfogni. Éppen csak állandóan azzal kínlódunk, hogy na, van térerő, nincs térerő, ráadásul több mindenre is lehet használni a fogalmat. De ez legalábbis számomra arra irányítja a figyelmet, hogy van egy látható, egy közvetlenül befogadható valóság, és azért mögötte valami egyéb valóság is. Számomra erről tudósítanak ezek a nagyon elgondolkodtató, nagyon izgalmas képek. Meg lehet őket nyilván technikailag közelíteni. Lehet azt mondani, legalábbis én ezt mondanám, hogy egyaránt fontos bennük a grafikai vonalvezetés és a montástechnika. De ennél többet tényleg nem akarok erről mondani, mert van itt, aki ennél sokkal többet ért, vagy nálam sokkal többet ért ezt, Amus István biztosan szól majd erről is, hogyha úgy gondolja, hogy az helyén való. Viszont az átlag tárlatlátogató szemszögéből én is, mindenki más is fölfigyel arra, hogy itt azért úgy életünk darabjai jelennek meg. Megjelennek széttörött tányérok, megjelenik a szél által sodort falevél, amellyel bármikor találkozunk, amikor itt járkálunk az utcán, megjelenik a széttépet újság, és hogy egyre közelebb megyünk a képhez, egyre több mindent fölfigyelünk. Mondom még egyszer, lehet ezt technikailag is nézni úgy, hogy mi a jelentősége a montástechnikának, mi a jelentősége annak, hogy ilyen vagy olyan anyagot használunk fel egy képhez, hogy tépjük, hogy vágjuk ollóval, zsilettpengével, mi egyébben. Ez már csak azért is felötlik bennem, mert hát ugye a polgármester asszonynak a kiállító művész volt a rajztanára, de amellett, hogy természetesen irigylem, azért volt nekem is nagyon jó rajztanárom, Velényi Rudolf, akit ott látok a háttérben, és emlékszem én arra, hogy ugye biztatott minket, hogy igen, használjunk csomagolópapírt, használjunk régi újságot, használjuk a zsilettpengét, vágjuk, nyessük, alakítsuk saját magunknak. Ki ne próbált volna ilyet? Csak hát, ahogy én próbáltam, az valahogy nem úgy sikerült, mint ahogyan Erdős Margitnak vagy Margaret Forrestnek sikerült, ezért is nézem ezeket a képeket szájtátva.
Különös világ tárul fel tehát előttünk. De mindez felfogható, hogyha van kellő fény hozzá, és van megfelelő térerő. Jó vételt kívánok hát mindenkihez. Köszönöm szépen! Köszönöm.